ez a három este, ez számomra egyszerre megható és felemelő. Búcsút veszünk olyan kollégáktól, akik 20 éve részesei az Operát Fantomia tímjének. Hatalmas szerepük van abban, hogy ez egy magyarországi legenda lett. Színészi tehetségük és odaadásuk egy csodálatos adomány a Fantomnak. A terv szerint most az volna a dolgom, hogy még egy távozást bejelentsek. Mahó Andrea a bemutató óta az előadás csillaga. Estéről estére sok száz előadáson szerzett nagy-nagy örömet Krisztin szerepében mindannyiunknak, és hát önöknek is. Bár az volt a tervünk, hogy ma elköszönünk tőle, én úgy érzem, hogy bár ez volt a terv, az Operaház Fantomja még nem kész arra, hogy elengedje Mahó Andreát, úgyhogy ünnepélyesen... Minden kavarog. Nem tudom szavakban elmondani, hogy mit érzek most. Meglepődtem, megmondom őszintén, nem számítottam erre. Úgy döntöttem, szemben az eddigi elhatározással, hogy erre a három csodálatos művésznőre, az Operaház Fantomjának még nagy szüksége van. Úgyhogy föltettem nekik azt a kérdést, hogy akarnak-e még egy évadon keresztül ebben a csodálatos Krisztin szerepben föllépni esténként a színpadra, és engedni, hogy mi imádjuk őket. És nagyon nagy boldogságomra, és a közönség nagy boldogságára erre igent mondtak. Arra számítottam, hogy ez az utolsó előadás, és hogy búcsúzom, ami nem könnyű, az az igazság egy ilyen kaliberű szereptől, ami tulajdonképpen meghatározta az életemet, és nagyon váratlanul ért ez a fordulat. De hát azt mondják, hogy a színház az ilyen, a színház a meglepetésekről szól. Hát ez a mai este is egy ilyen volt, egy igazi színházi este. Csodálatos este volt. Még otthon úgy készültem, hogy búcsú ajándékot hoztam neki, rózsát, stb. És aztán itt rebesgették, hogy tegnap megtörtént egy olyan, hogy az egyik szereposztásnak meghosszabbították a lehetőségét. Nekünk is változatos, tehát egy férfinak, egy fantomnak, hogy egyik este ebben a hölgyel játszik, másik este avval a hölgyel játszik, ez elég jó. Ez a szerep, ez teljesen hozzám nőtt. Tehát ez a testem és a lelkemnek egy része. Már fél éves iratom a darabot. Ugye az előző periódusban tudtuk meg, hogy majd most vége lesz. És annyira jó, hogy erről így beszéletek, hogy majd vége lesz, mert hogy nem ért véget, nagyon boldog vagyok. Úgy készültem, hogy ma én lerakom a pontot, és befejezem ezt az előadást, és nem játszom tovább ezt a szerepet, de hát igazgató úr úgy döntött, hogy ez nem így lesz, úgyhogy még játszom tovább. Eltelt 19-20 év, tehát hogy nyilván a fiataloknak kell játszani ezt a szerepet. Én ezzel teljesen tisztában vagyok, és megbékéltem ezzel. Nagyon sok pozitív emlékem van erről a darabról. Úgyhogy egy kicsit furcsa volt, mert azt hittem, hogy így itt a vége, úgyhogy most akkor nem. Amikor Endrúli Webbertől 20 évvel ezelőtt megkaptam ezt a darabot, akkor én megfogadtam, hogy én ennek a darabnak megpróbálom mindig a legjobbat megteremteni, a legjobb szereposztást, a legjobb körülményeket, a legjobb díszletet. Igazi szép búcsukon vagyunk túl. Homonai Zsolt elbúcsúzott, Bot Gábor elbúcsúzott, nagyszerű munkát végeztek. Mind a kettő egy fantasztikus egyéniség, óriási srácok, tehát Raulként is gyönyörűen alakítják. Hát fantomként nekem ellenfelek, de amikor lehull a függöny és vége van a tapsrendnek, akkor megöleljük egymást mindig, és nagyon nagy szeretettel gondolunk egymásra, és nagyon fog hiányozni mind a kettő. Nem
nem tudnék felidézni olyat, hogy egy darab 20 éven keresztül, ráadásul ekkora előadás számban jelen van, vagy volt az életemben. Tehát ezért ez mindenképpen egy különleges helyzet. Ma már nem is tudom, hányszor gondoltam vissza rá, hogy milyen volt, amikor én ezt megkaptam. Imádom mind a kettőt. Csodálatos hangok, a Zsolti is, és a Gábor is, és tényleg olyan színészi kvalitásokkal rendelkeznek, ami nagyon ritka, és nagyon boldog vagyok, hogy én egy színpadon szerepelhettem velük ennyi ideig, mert nem volt nehéz eljátszani, hogy szerelmes vagyok beléjük. A színészi létben kódolva van az, hogy a daraboknak van egy kezdete és van egy vége. Ami még nagyon érdekes, ami eszembe jutott ma este, hogy minden gyermekem születése az operaház fantomja időszakhoz köthető. Mind a három. Pont megint játszani kezdtük a darabot, és akkor született a Botond is. Tehát egy nagyon érdekes, hogy most már a 19 évestől a 3 évesig mindegyik köthető a operaház fantomjához. Érdekes módon most, mikor bejöttem, akkor annyira izgultam, mint amikor az elején voltunk még a szériáknak, ugye hát 19 évvel ezelőtt. Nagyon jó volt tudni azt, hogy még egyszer megadatik, hogy ezt a szerepet eljátszhatom, úgyhogy nagyon örültem, és hát örültem annak, hogy a közönség ezt így fogadta.